Na sziasztok! A mai napot nagyon-nagyon vártam, konkrétan, mint egy kisgyerek karácsonykor az ajándékokat, mert ma megyünk az új pipikért, és lassan ide is értünk, egy cica jött minket üdvözölni. A kapuból megpillantottuk az aprócska törpetyúkokat, azután jöttünk tovább, és aranyos cicákkal találkoztunk. Na, ezeket nézzétek, ők a legapróbbak, annyira cukik voltak. Itt vannak a kicsit nagyobb bacskák, és több bandában voltak az udvaron, illetve itt vannak a kis pulykák, akik hatalmasat nőttek a legutóbbi látogatásunk óta. Lett Ferinek egy kis pávája is, akire nagyon-nagyon figyel, és külön van zárva az anyukájával, és itt vannak a kacsák, többféle is van, néma kacsa, vadkacsa, szebbnél szebbek. Na de menjünk is a tyúkudvarba! Itt voltak a különféle fajtájú tyúkocskák, vagyis inkább jércék, mert ők még nem felnőtt méretűek. Hát komolyan nagyon nehéz lesz választani, mert szebbnél szebbek. És átjöttünk itt a felnőtt tyúk részlegre is, ahol szintén csodaszép állatkák voltak, és nagyon-nagyon különlegesekkel is találkozhatunk, mint például bóbitások, fodrosak és különféle mintázatúak. Itt kaptak egy kis extra csemegét, amint láthatjátok, hogy közelebb tudjak menni a kamerával, és jobban meg tudjam nektek mutatni őket. Amíg eszegettek, addig Feri mesélt róluk egy csomó minden érdekességet, és voltak itt külön kis egyéniségek is, közben a gyöngytyúkokat is mutatom, mert ők is vannak elég sokan. És itt van egy 10 éves tyúkocska, aki holland bóbitás, és Ferinek az egyik nagy kedvence, de majd hamarosan mutatom a kislányát is. De annyira cuki volt, és szelíd, és hát már ő egy igazi kis öreg asszonyka. Itt van egy nagyon jó pofa kis japán törpekakas, aki úgy néz ki, mint egy torzomborz kis oroszlán. És volt még itt egy fekete, gyönyörű japán kakas, tényleg mint egy bársony, olyan volt a tolla, meg voltak itt ilyen szakállas tyúkok, babos tyúk, fodros tyúk, kendermagos, de ezeket a tagokat nézzétek. Komolyan, mint a strandon, az öreg nénikék, olyanok voltak. Ő is, mint aki épp most lépett ki egy fodrásszalomból, és egy kicsit túltolták neki a dajárt, vagy a hajbeszárítást, és itt van még egy. Eszméletlen, mennyire jó pofán néznek ki. Na, itt falatozik az öreg holland bóbitásnak a lánya, aki már szintén elég koros, mert már 5 éves, és még itt vannak ilyen nagyon nagy formák, mert nekik is nagyon komoly a sérújuk. Meg ez a kis japán törpekakas, aki fodros, hát ez kegyetlenül nézett ki. Meg ő is nagyon érdeklődő volt, és kis vicces feje volt. Hát még egy ilyen barbershopból kilépett úriember. És itt vannak a szakállas tyúkocskák, ők nagyon nagy kedvenceim lettek, és van még itt egy pulyka, aki nem tudom, hogy tévedt ide, illetve vannak még itt ilyen fodros tyúkok is, és szerintem ők is gyönyörűek, bár azt mondja Feri, hogy ha egy kakas van köztük, akkor elég hamar megkopasztja őket, és nem néznek ki túl bizalomgerjesztően. Hát itt már teljesen össze voltam zavarodva, mert egyébként mindegyik tetszik, és tényleg olyan érdekesek és különlegesek, mindegyik egy egyéniség. Szóval ez nagyon-nagyon nehéz döntés lesz. Úgyhogy ki is jöttünk egyet sétálni a kertbe, és itt még egy adag kisebb japán tyúkkal találkoztunk. Feri megmutatta a napi adag tojást, ahol volt egy zöld színű is, és átjöttünk a pulykákhoz, akik össze vannak zárva a pávával, és volt itt egy japán törpetyúk, nézzétek mennyi tojáson ül, és itt a páva, őt mindig megcsodálom, mert számomra nagyon-nagyon különleges madarak, de elég nehéz őket tartani, Feri szerint, mert nagyon kényesek, és elég sok gond van velük. És itt van egy japán törpetyúk pár, illetve itt vannak a gyönyörű szép galambok. Na, kukkantsunk be a galambmama alá. Vajon mi lehet itt? Na, nézzük. Hát, két kis galambfióka. Nézzétek, annyira kis csúnyák. Hihetetlen, hogy ilyen gyönyörű madarak lesznek belőlük. És Feri még mutatott nekünk 2 nagyobb bacska galambot. Nézzétek nekik az utódaik. Ők olyanok, mintha karikás lenne a szemük. Vagyis nem tudom, nekem full úgy tűnnek, mint aki nem aludta ki magát.
A cicák viszont kialudták magukat, én pedig jövök a következő résszel, várjátok már!